Köszöntöm nézőinket, a Sopron Televízió szerdai híradóját látják. Ezek főbb témáink. Rendkívüli közgyűlés. 6 napi rendi pontot tárgyaltak a soproni képviselők. Újabb elismerés egy soproni vállalkozásnak. Német dizájndíjat nyert a Szikszai Furniture. Fecsketábor. Új osztálytársaikkal, osztályfőnökükkel és iskolával ismerkednek a gólyák a Széchenyi István gimnáziumban. Rendkívüli közgyűlést tartott Sopron megyejogú város önkormányzata városházán kedden délután. 6 napi rendi pontot tárgyaltak a képviselők, a felmerülő kérdéseket tisztázták, majd szavaztak is. Hamarabb véget ért a nyári szünet városunk képviselőinek. Kedden délután rendkívüli közgyűlést tartottak, ahol módosították a város közbeszerzési tervét, majd a 2016. évi költségvetést érintő egyes tételek módosításáról is döntöttek. A képviselőtestület egyhangú szavazással elfogadta az 1956-os emlékévre tervezett kiállítás anyagi támogatását. Így városunk önkormányzata 6 millió forinttal járul hozzá a Soproni Múzeum által bemutatásra kerülő emlékkiállítás megvalósításához. Szintén egyhangú szavazással jóváhagyta a képviselőtestület az elitmozi felújítására irányuló 15 millió forintos támogatást. A rendkívüli közgyűlésen a megyei kormányhivatal helyi építési szabályzatokat érintő felhívás alapján a testület módosította az érintett önkormányzati rendeleteket. Döntés született a Soproni Hulladékkezelő Nonprofit Kft. Nevének megváltoztatásáról. Az STKH-t a jövőben Soproni Önkormányzati Hulladékkezelő Kft.-nek hívják. Ezen felül a kizárólagos önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságokkal kapcsolatos tulajdonosi döntéseket is elfogadták. A Soproni Erőmű Kft.-vel és a Veolia Energia Magyarország Zrt.-vel kötendő távhőellátási szerződéseket is megtárgyalta a képviselőtestület. Német dizájndíjat nyert a Szikszai Furniture. A soproni vállalkozás az 1950-es-60-as évek formavilágát idéző, egyszerű komódjával érdemelte ki már negyedszer a formatervezési elismerést. A nyertes pályaművet a 2017 februárjában a fogyasztási cikkek vásárán mutatják be az alkotók a Majna Menti Frankfurtban a díjátadó ünnepség keretében. A Sopronban 1995-ben alakult cég a Szikszai Furniture fő profilja a bútortervezés és a dizájn. A filozófiájuk a kezdetek óta a szépség, a harmónia, a természet és a minőség iránti elkötelezettség, amely a bútoraikban ölt testet. Tömörfa dizájn bútorokat készítünk, és a célunk az, hogy olyan bútorokat készítsünk, amik műszakilag is és esztétikailag időtállók, lehetőleg túléljenek minket. A mai korban rengeteg olyan bútor és egyéb más termék is készül, amik nagyon rövid életűek. Mi ebben szemben olyan embereknek készítünk bútorokat, tárgyakat, akik ebben nem tudnak azonosulni, és maradandó, igazán jó tárgyakra van szükségük, igazán jó tárgyak között szeretnének élni. Ehhez olyan tárgyakat, olyan bútorokat kell alkotnunk, amik műszakilag is és esztétikailag is hosszú időre szólnak. A soproni vállalkozás munkáját az elmúlt 21 évben már több hazai és nemzetközi tervezési, innovációs és dizájndíjjal ismerték el. A német dizájndíjjal innovatív termékeket és projekteket, ezek előállítóit, alkotóit tüntetik ki, amelyek, illetve akik a dizájn német és nemzetközi piacon is előremutatóak. Ennek garanciája a nagy tekintélyű nemzetközi zsűri, amely júliusban döntött a benyújtott pályázatokról. A szakértők szerint a kiváló termékdizájn bútor kategóriában találták elismerésre méltónak a Szikszai Furniture 1950-es-60-as évek formavilágát idéző egyszerű komódját. Ez egyszerűen úgy született, hogy valaki erre a forgalmilágra egy konkrét rendelést adott le nálunk, tetszett neki ez a termékcsalád, és egy könnyed kis komódot szeretett volna, mi ezt megterveztük, és a végén láttuk, hogy ez nem egy egyszeri, és tehát hogy több van a bútorban, mint hogy egyszer elkészítsük, fölvettük a termék portfóliónkba, és azóta sikeresen működik. A díjazott terméknek nem csak natur, de a teljesen természetes anyaggal, színes linoleummal borított változata is van. A most elnyert és a korábbi elismerések is azt jelzik, a soproni vállalkozás jó úton jár, egyben a piaci pozícióit is erősíti. Mi nagyon szívesen működtünk volna a régióba is, de a piacunkat azt elsősorban Németországba találtuk meg. A bútorainknak a 90%-át Németországba értékesítjük, német kiállításokon veszünk részt, és gyakorlatilag a német piac ezeket a német dizájn
díjakat értékeli. Gyakorlatilag, hogyha kiállítunk és kint vagyunk, jelen vagyunk a német piacon, akkor ezek a díjak, ezeknek a díjaknak az elnyerése az segít abban, hogy a márkát erősítsük, a márka iránti bizalmat segítsük. Ez is egy apró kis lépés hozzá. A nyertes pályaművet 2017. februárjában a fogyasztási cikkek vásárán mutatják be az alkotók a Majna Menti Frankfurtban a díjátadó ünnepség keretében. Ismét évközi nyitvatartási időben látogatható a Széchenyi István Városi Könyvtár. Eszerint hétfőn zárva, kedden és pénteken 10 és 18 óra között, szerdán és csütörtökön 10-től 16 óráig, szombaton pedig 10 és 13 óra között várja az érdeklődőket. A helytörténeti gyűjtemény kedden nyitvatartási időben, csütörtökön és pénteken 10-től 16 óráig látogatható. A Bánfalvi Fiók Könyvtár hétfőn, kedden és szerdán 9-től fél 2-ig, majd 14 órától 17 óráig, pénteken 9-től délig tart nyitva, csütörtökön pedig zárva tart. Tanáraikkal, új osztálytársaikkal és az iskola épületével ismerkedtek meg a leendő diákok a Széchenyi István gimnáziumban. A fecsketábor folyamán a tanulók különböző játékok és feladatok közben kezdhették el felépíteni osztályközösségüket. Szabó Miklós igazgató szerint a pozitív tapasztalatok fontossá teszik ezt a napot. Színes programok és feladatok várták a leendő diákokat a Széchenyi István gimnázium fecsketáborában szerdán. Ezen a napon a 9-es és a 7-es tanulók játékos formában ismerhetik meg az új osztályukat. Ma olyan játékos ismerkedés lesz, hogy abban bízom, hogy egy jó osztályközösség az ki tud majd alakulni egy ilyen indulás után. Ugye nagyon fontos az, hogy az iskolai hétköznapok azok jó osztályközösségbe teljenek el, és hát ha jó az indulás, akkor nagyobb a reményünk arra, hogy ez így is marad. Szabó Miklós, a gimnázium igazgatója köszöntőjében kiemelte. A fecsketábor hű az iskola hagyományaihoz, és a visszajelzések igazolják ennek a napnak a fontosságát. Körülbelül 8-10 év óta látjuk is ennek a hasznát, sokkal könnyebben beilleszkednek a gyerekek ide. A gyerekek nem csak egymást ismerik meg a nap folyamán, hanem új osztályfőnöküket és a nagymúltú iskolát is. De természetesen ezt a régi, most már 160. évét magáinak tudó épületet is meg kell ismerni. Ez egy igazi iskola épület, a maga ijesztő voltával, bonyolult a közlekedésben, és hát megismerik az irodákat, megismerik az ügyintézési módokat, az iskolatitkárokat, az igazgatói irodát, az igazgatóhelyettesi irodát, megtanulják azt, hogy hova kell fordulni. Tehát ez is már egy nagyon nagy dolog, hogy a környezetnek a megismerése, ismerése folyik, ugyanakkor viszont összehangolódnak természetesen az osztályfőnökkel is, aki mégiscsak 4-5-6 évig fogja őket vezetni. A szerdai fecsketábor után a Széchenyi István gimnázium diákjainak szeptember 1-én az évnyitó ünnepséggel kezdődik a 2016-2017-es tanév. Kucsara Györgyre, a Soproni Polgári Lövész Egyesület egykori elnökére emlékeztek a hétvégén az angerréti lőtéren. Az emlékversenyre többnyire a megyei lövész egyesületek neveztek, de érkeztek versenyzők Dunaszerdahelyről is. A Kucsara György emlékverseny célja a lövészet népszerűsítése, a minősítések megszerzése, valamint a sportbaráti kapcsolatok ápolása. A légfegyveres és lőfegyveres megmérettetést 7. alkalommal szervezték meg, ezzel is tisztelegve a korábbi elnök emléke előtt. A soproni, illetve a környékbeli sportklubok versenyzői is részt vettek, illetve légfegyveres, légpuskás versenyszámokban pedig bárki nevezhet, akár saját légfegyverrel, vagy az egyesület tud számukra biztosítani légfegyvert. A Kucsara György emlékversenyt Papp Károly országos rendőrfőkapitány is támogatta. Versenyre terveztünk kiegészítő programokat is, nagy számú versenyzőre való tekintettel. Amíg várakoznak, addig szerettünk volna olyan programot számukra biztosítani, amelyet hasznosan el tudják tölteni a felkészülési időt. Fegyverbemutatót terveztünk, első, második világháborús fegyvereket lehet megtekinteni itt a lőtér előkertjében. A fegyverszámokban külön indulhattak a gyermekek, a hölgyek és a 60 év feletti versenyzők. A legfiatalabb résztvevő a mindössze 10 éves Stélik Milán volt a Fertőrákosi Lövészklub színeiben.
Babos Tíme a főtáblás versenyzőként vághatott neki a US Opennek, ahol az első fordulóban az osztrák Barbara Haast kapta ellenfélnek. Az osztrák 5-2-es hátrányból nyerte az első szettet, de a második gémet már a soproni teniszező hozta. A döntőjátszmában Haast nyerte az első 4 adogatást, de végül Tími győzedelmeskedett 7-5 arányban. Ezzel a nyert meccsel Babos életében először bejutott a legjobb 64 közé a több mint 46 millió dollár összdíjazású versenyen. Tími következő ellenfele a világranglista 165. helyezettje Rahel Hogenkamp lesz. Most megmutatjuk, milyen időjárásra számíthatunk, majd a Minden, amit tudni-látni érdemes című műsorunkat láthatják. Kedves nézőink, a Sopron Televízió szerdai híradójának végén valamennyi munkatársam nevében köszönöm figyelmüket, viszontlátásra! Csütörtökön délelőtt sok napsütésre számíthatunk, de délután megnövekedhet a felhőzet, ugyanakkor csapadék nem várható. A hőmérséklet 26-28 fok körül alakul majd.